Men. Óvatosan! Jobb kettő! Jobb kettő után bal négy, nagy ívben! 500 méter egyenes! Bal ötös után jobb kettő! Vigyázz, kőzúzalék! Utána hajtőkanyar! Buszié 12.03. Bukkaló után jobb három és bal négy. A 8-as Besson 12.04. 07. 04. 3. 2. 1. Start! Hat, öt, négy, három, kettő, egy, zéro! Az első nap utolsó versenyszáma következik. Bal három után 300 egyenes bukkanókkal. Valami füstöl odalent! Buszié kocsia! 100 méter egyenes bukkanóval! A templomig sima, aztán jobbra egyes! Inkább mert versenyzőink nem adták fel a reményt. A felzárkózás lehetősége gyakorlatilag kizárt, ennek ellenére Marco Besson úgy szágult. Látod ezt? Olyan könnyedén repül ezzel a döggel, mint egy lepke. Az ideje menj! Bal egyes után 500 méter egyenes. Gyerünk, Stefano! Bal négy bukkanóval, utána 500 méter egyenes ugratókkal. Bal négy után hármas lejtő. Gyerünk, gyerünk! Tedd kettesbe! Bal négy után jobb egyes! Úgy szűkület! Hatvan méter egyenes után bal hármas kanyar, 200 méter egyenes és bal kettő!
200 egyenes a töltőállomásig, utána dupla bal egy. Bal egy a hídon át, gyerünk! Nagyon nehéz a verseny, amit az is bizonyít, hogy a nagy nevek közül Berger, Stanton és Saito már kiesett. Soha nem látott párbajt vív Marco és Stefano Vesson. Az első három nap után kitisztult a kép. Az elsőségért folytatott küzdelemben most már két versenyző maradt, Stefano Vesson és bátyja Marco, aki 1 perc 20 másodperccel van lemaradva mögötte. A verseny végeredménye az utolsó két futamban dől el. Megint nyertünk 20 másodpercet. Ezt már nem tudja behozni. Most már szép nyugodtan hajthatsz. Nekünk csak szemmel kell tartanunk őket. Mondjuk, hogy behoz néhány másodpercet, akkor is mi győztünk. Gyerünk, fiúk, igyekezzetek, gyorsan, gyerünk, gyorsan! Gyerünk, mozogjatok már! Nézd meg, szépen a gumi nem fogja kibírni. Föltesszük a G2-est. Az még hamarabb szétmegy. De sokkal gyorsabb. Marco, hány versen nyugodj gyertünk meg. Már bele? Nyilván kockázhatunk ezekkel a gumikkal, de ez az egyetlen esélyünk. Gyerünk, akkor meg csipkedjétek magatokat! Gyerünk! Tudod, hogy legalább 2 másodpercet nyerünk bele kilométerenként. Mennyivel vagyok lemaradva? 1:40. Akkor levenék 2 másodperc kilométerenként! Marco, egy versenyen minden megtörténhet, de sokkal jobb. Piero, megnézted a benzin? Persze, ne izgulj, légy nyugod! Minden rendben? Megcsináltátok, fiú? Egy pillanatni meghúzom a csavarokat. Nyomás, fiúk, igyekezzetek, indulj! Bal 4, húzod ki! 60 méter egyenes! Nyomás, Marco, megyünk, mint a golyó! Vigyázz, 200, aztán jobb 6! Kétszáz méter egyenes, 5-ös bal kanyar, gyerünk, Stefano! Vigyázz balra, azután jobbra. Nyolcvan méter egyenes, utána a bal 2. Eskanyar előbb balra, aztán jobbra a hídon. Vannak! Mindjárt utolérjük őket! Gyerünk! Most elkaphatjuk! Nem jó ez a gumi! Ki kellett volna cserélni? Azt látom, itt vannak a nyakunkon. Ott van! Bal 2, ragadj rá! Ragadj rá, ne engedd el! Ha rajta tudsz maradni, megnyertük a versenyt! Ne törd magad, fölösleges, befogtak. Sikerült rájuk ragadnod. Marco, győztünk! Elég, Marco, elég. Nem kell hajtani, csak nyugodtan. Megnyertük. Mi a francot csinálsz, Marco? Meg akarom előzni! Nem állsz rá, Marco! Nem kell megelőzni! 1:20 másodpercünk van, jobbak vagyunk! Akkor is meg akarom előzni! Adj a fenébe, engedd el, menjen ahova akar! Nem!
Vigyázz, Marco, ez a szakasz nagyon veszélyes. Meg kell mutatnom neki. Nagy Stefano, most már úgyis mindegy, fölösleges. Nem előzz meg. Engedd el! Nem! Azért csinálja, hogy megalázzon. A fal! Marco, ugorj ki! Ugorj ki! Ki a versenyzők között, és hosszas viták után a csapatok úgy döntöttek, hogy nem szakítják meg a portugál rallyt. Ez a verseny az érdeklődés középpontjába került. Óriási küzdelem kezdődött Stefano Besson és az előtte álló három versenyző között. A fiatal olasz pilóta ledolgozta hátrányát. Már csak egyetlen másodperccel van lemaradva az amerikai Mike Stanton mögött. Jobb négy után 300 egyenes. Jól megy! A portugál rally utolsó napjáról jelentkezünk, kedves nézői. A verseny gyakorlatilag eldőlt. Stefano Besson nagyszerű vezetéssel biztos győztesnek látszik. Olyan nagy előnyre tett szert, hogy lehetetlen behozni. Besson a portugál rally győztese. A dicsőséget sokan elvitatják tőle. A rendezőség és a verseny...